Folytatjuk a fűrészfilmek kivesézését, méghozzá a franchise harmadik darabjával, amely a megszokottaknál is undorítóbra sikeredett. A történet röviden annyi Jigsaw új tanítványával, Amandával az oldalán eltűnik üldözői szeme elől, miközben a rendőrök megpróbálnak a nyomára akadni, a gyanútlan dr. Lindellon nem is sejti a Jigsaw őt szemelte ki, saktábelen az utolsó gyalog szerepére. A kórházból kijövet az egyik esti műszak után Amanda elrabolja, és az elhagyatott raktárépületbe viszi, ahol a halálos beteg Jigsaw rejtőzik. Egy másik ártatlan áldozattal Jeffel együtt a doktornő azt a feladatot kapja, hogy tart se életben a gyilkost. Ahogy a sok jöngó tartja, a harmadik volt az a film, ahol abba kellett volna hagyni a további történetek elmesélését és lezárni a trilógiát, ezt az álláspontot egyébként valahol meg is lehet érteni, hiszen már a fűrész három is sok sebből vérzik, és az első három rész közül egyértelmű, hogy ez sikerült a leggyengébre. A történet érdekes, főleg, hogy John Cremery már a halálos ágyán vezető a játékot Amanda segítségével, viszont a kapcsolatuk az idő előre haladtával egyre csak romlik, elég, ha a film végére gondolunk. A karakter egyébként továbbra is kiváló, és ha ő nem lenne a filmben, akkor bizony még rosszabb értékeléseket kapott volna a Fűrész 3, hihetetlen mennyire erős és könyörtelen, még halála utolsó pillanatában is le tudja zárni a játékot, ahogy ő azt eltervezte. Egy őrült pszichopata Jenny Zsig, szó akinek ismét érdekes gondolatok pattannak ki a fejéből, ahogy azt egyébként már megszokhattuk tőle, de hát céljainak megvalósításával továbbra sem lehet nagyon azonosulni. Legalább a rajongók élvezhették a sok tracsírozást. Az eddigi kivesézett filmek közül egyértelmű, hogy ez a legundorítóbb, külön kiemelném a malasz ledorálós jelenetet, ami az újranézés folyamán hát ismételten mély nyomot hagyott bennem, és nem a pozitív értelemben, Kirázott a hideg, undorító volt az a rész. Tudjátok jól, hogy aki régebb óta követi a csatornát, hogy a Terrifier 1-2-t is végignéztem, van róla kritika, és hát az kibaszott undorító az a film, hozzá kell tenni, de ez a film nálam tényleg kiörte már a biztosítékot ennél a malaszledárálós pillanatnál, ezt tényleg nem tudtam hova tenni, pedig azért a Terrifier is hát ennél sokkal-sokkal-sokkal durvább jeleneteket tartalmaz, de ez nem tudom, hogy miért hagyott ekkora nyomot bennem, viszont térünk vissza kicsit, mert elkalandoztunk. Szóval a csapdák és a játékok megint egyedire sikerültek, és természetesen brutálisra is, viszont a gusztustalan szó jobban illene erre az epizódra. Talán a készítők sem vették olyan komolyan a fűrész hármat, és inkább azt gondolták, hogy hm, trancsírozzunk egy jót, ami meg is történt, de hát a film kárára ment, hiszen rengeteg hibát hozott magával ez a döntés. A karakterekről ugyanazt lehet elmondani, mint a Fűrész 2-nél, unalmasak és jelentéktelenek, kivéve természetesen Jigsaw-t. Amanda visszatért ebben a részben is, és sokkal fontosabb szerepet szántak neki, mint a korábbiakban, de ez számomra egy rossz húzás volt. A figurája egy idegesítő és zavarodott ember, aki mindent megtesz John életben maradásáért, de ebbe saját maga is beleőrül, számomra egyáltalán nem volt szimpatikus a szereplő, és teljes nyugodtsággal tudom azt mondani, hogy megértelmelte azt, amit kapott. És akkor vessük elé magunkat a legnagyobb negatívumnak, amely nem más, mint az összevisszaság. A filmeknél egyébként mindig örülünk, legalábbis én tökre örülök, hogyha betekintést nyerhetünk a múltban, mivel így jobban megismerjük az adott karaktert, vagy jobban megértjük a cselekményt, hogy mégis mi hogy történt. A Fűrész 3-ban is erről van szó, és bődületesen sok információ kerül a birtokunkba, hogy a játék két mestere Amanda és John miként tervezték meg azokat. Az első és a második részre is kitérnek ezeknél a szekvenciáknál, viszont ahogy adagolja nekünket az infókat a film, Hát itt, itt nem, ne, a hiba, négy kell bizony keresni azt a sok hibát, össze-vissza is kapkodva történik mindez, hirtelen bevágott múltbéli esemény bombáznak meg minket, amit borzasztó volt nézni. Sokkal okosabban is ki lehetett volna ezt vitelezni, de legalább nőtt a tudásunk itt a sztorival kapcsolatban, és egyébként ez jellemző volt az egész Fűrés rendszerre, hogy össze-vissza hirtelen bevágjuk a random múltbéli jeleneteket és a fűrész négynél is sok ilyen van, természetesen, de ott számomra egyként sokkal jobban működött, és azt elárulom, hogy a negyedik rész az majd ez nekem tetszett, de erről majd a későbbiekben. Szóval összességében a fűrész 3 értelemszerűen az úgynevezett trilógia leggyengébb darabja, amelyben nagyon sok hibát lehet felfedezni, viszont Kramer jelenléte, a feszültség, a kiszámíthatatlanság és az új kreatív csapdáknak hála nem nevezhető rossz filmnek, de a, jó kategóriába is azért nehezen verekszi be magát. Viszont ez a videó ennyi lett volna, hát mindenképp írjátok hogy ti mennyire szeretétek a fűrész 3-at, és azt is, hogy melyik a kedvenc filmetek a franchise-ból. Legközelebb találkozunk, addig is like, megosztás, minden finomságot tehetek meg, szevasztok!